Jó estét kívánok, nagyon sok szeretettel köszöntöm a mai Műhely című magazin műsor nézőit, azokat, akik remélhetőleg a hűvös szobából követnek bennünket most figyelemmel, és minden bizonnyal, legalábbis én ezt remélem, jól döntöttek, hogy bennünket választanak, és a kánikula elől inkább a műhely irányába menekülnek. Elmondom a mai témáinkat, amik miatt én úgy gondolom, hogy érdemes lesz velünk tartani. Beszélgetni fogunk néhány olyan könyvről, amit kifejezetten nyári olvasnivalónak ajánlunk önöknek. Aztán beszámolunk a nemrég véget ért Bartók Fesztivál programjairól, amelyen számos hazai és külföldi vendégművész vett részt. Aztán megismerhetik a mai műsorban azt az új filmes kezdeményezést, amely a Vasi Mozgóképtár nevet kapta. Láthatnak majd egy összeállítást a nemrég megnyílt 5. textilművészeti triennáléről, és természetesen programot is ajánlunk majd önöknek a nyári hetekre, augusztusra elsősorban, illetve a hónap végére, hiszen elmondjuk majd, hogy az Ízeumi szabadtéri játékok keretében milyen programok és koncertek várják önöket az Ízeum lelátóin. Természetesen nem csak a témák miatt lesz érdemes velünk tartani, hanem azért is, mert nyereményekkel is készültünk. Egyrészt elvihetik majd tőlünk Sándor Zsuzsanna kalandregényét, a Csodafiú szarvas című kötet második részét, amely a Föld hét csinja címet viseli, illetve van 2 darab belépőjegyünk a most pénteki koncertre, az Ízeumi szabadtéri játékokra, ahol egy válogatást hallgathatnak majd meg az opera irodalom gyöngyszemeiből. A Szavária Szimfonikus Zenekar működik közre ezen az esten. Miksa Adrián, Nánási Helga, László Boldizsár, Foki Dániel és Haja Zsolt fog énekelni, és Medvecki Ádám vezényli a zenekart. Maradjanak tehát velünk! Azt nem mondtam az imént, de talán törzsnézőink már tudják, hogy SMS-t kell küldeniük annak érdekében, hogy nyereményeket vihessenek el tőlünk, mégpedig a 06-20-20-800-as számra várjuk önöktől az SMS-eket, üzeneteket, annak reményében, hogy a nyereményeket elvihetik tőlünk. Most pedig nagyon sok szeretettel köszöntöm vendégemet, Horvátné Kupi Ildikót, aki a Berzsenyi Dániel könyvtárból érkezett, könyvtáros osztályvezető, és hozott magával jó néhány könyvet, amit most szeretne a figyelmünkbe ajánlani. Ilyenkor azt gondolom, hogy talán az átlagembernek is egy kicsivel több ideje van olvasni a nyári hónapokban, illetve a nyári szabadság ideje alatt, viszont nem biztos, hogy a nehéz olvasmányokat kívánjuk ilyenkor, talán inkább a szórakoztató irodalom felé mutat ilyenkor az ízlésünk, és szívesebben veszünk a kezünkbe talán könnyedebb olvasmányokat. Van-e ilyen a kínálatban, Ildikó? Jó estét kívánok én is a nézőknek, és igen, hoztam egy ilyen könyvet is. Talán ismerős a nézőknek, mert 8 részes filmsorozat is készült belőle, de én inkább a könyvet szeretném ajánlani. Maria Dueñas, spanyol írónő, Öltések közt az idő című kötete. Valóban nem régiben láthattuk a televízióban, én őszintén szóval csak 1-2 részt láttam belőle, de egy rendkívül cselekményes és izgalmas történetről van szó. Így van, a kötet vastagsága ne ijesszen el senkit, mert olyan fordulatos és cselekményes a könyv, hogy le sem lehet tenni, és igazi nyári szabadságra való olvasmány. Ez tulajdonképpen egy kémtörténet. Igen, még az is van benne. Egy nőről szól, egy varró nőről, akivel nagyon furcsa és szokatlan dolgok történnek meg, de ő mindig feltalálja magát. Mikor játszódik a történet? A Franco alatti Spanyolországban játszódik, akkor kezdődik, aztán Marokkóban, és átnyúlik a II. Világháború idejére is. Nagyon sok minden van benne, ami felkeltheti az érdeklődésünket, mert hogy ebben az intrikától, a kémkedésen át, a szerelemig, a politikai konspirációig és az árulásig sok minden izgalmas dolog van ebben így a kötetben. Van, szerelem, cselszövés, elhagyott lány, akit az apja csak később keres fel, minden, ami egy jó történethez szükséges. És elárulhatjuk-e, hogy mi a vége a történetnek? Tehát, hogy jól vagy rosszul végződik-e? A történet végét azért nem árulom el, mert még én se fejeztem be. De az eleje tényleg olyan, hogy az ember nem tudja letenni sem
hamar végezni lehet vele, hamar a végére ér, aki elkezdi olvasni a hűvös szobában, vagy akár a strandon. Említettük, hogy Spanyolországban játszódik, spanyol a szerző is, Mária Duenas írta ezt a könyvet, amelynek alapján a film is készült. Hát akik látták esetleg a sorozatot, azok tudják, hogy én elárulom, jól végződik a történet, de az biztos, hogy egy rendkívül fordulatos, cselekményes történet, amely biztos vagyok benne, bár könyvben nem olvastam, hogy így is érdekes, nem csak filmen. Szerintem a könyvek mindig, tehát a regény az általában jobb is, mint a filmek szoktak lenni, úgyhogy... Bár egyébként itt rendkívül jó szereplőket sikerült a filmhez válogatni, azt gondolom úgy, hogy szerintem filmnek is élmény volt. Aztán látok itt az asztalon egy olyan kötetet, amely azt hiszem, hogy az utóbbi időszak talán magyar sikerkönyvének nevezhető. Igen. Egy egészen frissen megjelent regény. Péter Figerge, Kitömött barbár című kötete. Ez az évkönyve lett a 2014-es könyvek közül. Egon díjat kapott, Egon művészeti díjat. Ez egy szakmai díj tulajdonképpen, és neves kritikusok, irodalomtörténészek ítélik oda. Többek között Szegedi Maszák Mihály, Reményi József Tamás is a zsűri tagok között volt. Már nagyon... maga a címe is figyelemfelkeltő. Így van, nagyon érdekes és különleges történet. Talán nem mindenki tudja, Péter Figerge Jékeli Zoltán unokája, és a történethez úgy jutott hozzá, hogy a nagyapja könyvtárában keresgélt, és rátalált Kazinci levelezésére, és ebben bukkant erre a történetre, amely Kazinci és Angelo Soliman közti barátságnak a története. És mit tudunk arról, hogy ki volt ez a Soliman? Mert egy valós, tehát egy valóban igen, élt személyről igen, van szó. A mai Nigéria területén született, aztán eljutott Marseille-be, Bécsbe, a Liechtensteini herceg házitanítója lett, bekerült a szabadkőműves páholyba, egyre magasabb körökben forgott, és aztán Kazincival is úgy került kapcsolatba, hogy a szabadkőműves páholyban. Péter Figerge egy pár évvel ezelőtt kezdett foglalkozni ezzel a témával, és kutatásokat is végzett hozzá, tehát elment Bécsbe a szabadkőműves levéltárba, kutatott az Osztrák Nemzeti Könyvtárban is. De ezt senkit ne riasztan el, mert nem annyira dokumentumregény ez, hogy száraz adatokkal lenne tele, hanem ez is egy izgalmas történet feltételezem. Hiteles akart lenni. Hát ezt a kötetet olyanoknak ajánlom, akik nyáron is szeretnek komolyabb műveket olvasni, mert ez a kötet olyan, amire nagyon kell figyelni. De azért magyarázzuk el a címet, mert az annyit talán megtehetünk, hogy ennyit halála után a Angelo Soliment kitömik, és a Természettudományi Múzeumba kerül, ezt takarja. Tehát egy meglehetősen szokatlan és felkavaró történet ez tulajdonképpen. Jól emlékszem, hogy egy néger szereplője van, tehát akiről itt beszélünk most, ez a bizonyos Soliman, aki komornyikként dolgozott, néger volt, és hát ő ez a bizonyos kitömött barbár, ugye a halála után végül is ő az, akit annyira csodabogárnak tartottak. Gondolom, hogy a négersége okán is, meg ha minden igaz, akkor egy rendkívül műveltségű ember volt, akit sokan ismertek, hogy emiatt keltett aztán akkor a figyelmet még halála után is. Köszönöm szépen. Menjünk tovább, van még egyéb irodalom is. Látom, hogy ugyanarról a személyről, de több könyvet is hoztál magaddal. Igen, ennek az adja az aktualitását, hogy eljutottam Budapestre a Robert Capa központba, ahol láttam Kapának a színes képeit. Erről azt kell tudni még, hogy Európában először itt láthatók Magyarországon a Kapa testvére által alapított Nemzetközi Fotográfiai Intézetből jutottak el Budapestre ezek a képek, és hát felkeltette az érdeklődésemet, elkezdtem utána nézni, hogy Kapáról milyen könyvek is vannak a könyvtárban, és bőségesen találtam irodalmat róla. Hát neki rendkívül kalandos élete volt. Igen. Tehát ha már csak ebből indulunk ki, akkor minden bizonyan izgalmas köteteket vehetünk kézbe. Friedman Endre néven született Budapesten,
18 éves volt, amikor elindult Magyarországról, és hát világhírű fotográfus lett belőle, a legnagyobbak között mint haditudósító vált végül is ismerté. Igen, igen, talán a nézők is tudják, hogy a Milicista halála című fotó hozta meg neki az ismertséget, és aztán több háborút ő végig fotózott, rendkívül kalandos élete volt, nagy kanállal ette az életet, sok hírességgel kapcsolatba került, viszont a képei azok nagyon felkavarók és drámaiak, ő neki mindig az ember állt a középpontban, és az ő kalandos életét örökítette meg például a Robert Capa kalandos élete című kötet, Richard Whelan kötete. Ez egy hiteles életrajz, Capa testvére, Cornell Capa felügyelete alatt készült, úgyhogy a valóság. Tehát valóságot tükrözi feltétlenül, amit igen. tartalmaz. Nem tudjuk mindegyiket megmutatni, most csak fel tudtuk hívni a figyelmet erre, de minden bizonnyal fotókat is találunk majd az egyes kötetekben. Igen. Menjünk tovább, én azt javaslom, mert kicsúszunk az időből. Azoknak, akik utazni szeretnek is, hoztál valami ajánlani valót? Így van. Egy rendkívül különleges kötet a Rejtőzködő értékek nyomában sorozatnak az egyik darabja. Ebben a sorozatban már több kötet megjelent Magyarországról, Kárpátaljáról, Horvátországról. Ez a 2010-ben megjelent kötet pedig Burgenland és Szlovénia száz csodáját mutatja be. A szerzők között van többek között Bedécs Gyula is, akit ismerhetünk már innen úti könyveiről, igen, meg az első világháborús történeteiről is. Én kimondottan szeretem ezt a sorozatot egyébként, mert nem csak szlogen, hogy rejtőzködő értékeket mutat, igen. de valóban olyan nevezetességeket, illetve olyan városrészleteket és épületeket, illetve emlékeket, amelyek sok esetben tényleg rejtve maradnak, és sokszor éppen ezekből a, vagy ebből a kötetből szerezhetünk róluk tudomást. Tehát azoknak is érdemes fellapozni, akik egyébként már azt gondolják, hogy szinte mindent ismernek Burgenland és Szlovénia területéről. Igen, itt vannak a környékünkön, ezek a helyek remek kirándulási alkalmat nyújtanak, és hát gyönyörűen illusztrált a kötet, ezért még inkább kedvcsináló. A leírásokban pedig nem egy hagyományos útikönyv, hanem a történelmi hátteret festi meg, illetve kis történeteket rajzol az egyes helyek köré. Tehát nem csak szép, mutatós könyv, hanem olvasmányos, olvasmányos is, tehát rendkívül és tanulságos is. Nagyon szépen köszönöm. Sokféle könyvet ajánlottunk, de még egy információt szeretném megosztani a kedves nézőkkel. Igen, a hagyományok szerint most már a törzsolvasóink hozzászoktak, hogy két hétre bezárunk idén nyáron is. Augusztus 10-től 22-ig lesz zárva a könyvtár, és aztán 24-én mindenkit várunk a szokásos rendben. Azzal szoktunk kedveskedni ilyenkor az olvasóknak, hogy dupla annyi dokumentumot lehet kikölcsönözni az utolsó héten. Tehát érdemes ellátogatni a könyvtárba. Nagyon még szépen köszönöm. Zárunk, köszönöm szépen az ajánlatokat. Kedves nézőket, tehát arra biztatjuk, hogy lehetőleg még most, augusztus 10-e előtt keressék fel a Berzsenyi Dániel könyvtárat, és amit hallhatták, sokkal több könyvet vihetnek haza magukkal, mint a szokásos. Többek között ezeket is, amiket most megmutattunk önöknek. Nagyon jó olvasgatást kívánunk a nyárra. Most pedig folytatjuk a Bartok Fesztivállal, mert hogy nemrégiben ért véget az egyhetes rendezvény, a Nemzetközi Bartok Szeminárium és Fesztivál, ahol nagyon sok fiatal vett részt, a magyar zeneszerző életműve iránt érdeklődő fiatalok elsősorban a szemináriumon, és itt voltak Bartok zenéjének legszakavatottabb ismerői is, akiktől ezek a fiatalok sokat tanulhattak. Erről láthatnak most egy összefoglalót. Az ideális és torz egymás ellen állításából indul, amelynek az őse, a gyökerei nyilvánvalóan Liszthez és még régebbre Berliozhoz nyúlnak vissza. A nyitó hangverseny műsorán szereplő Bartók hegedű versenyről beszélt a koncertet megelőzően Kocsis Zoltán. A világszerte ismert karmester zongoraművész az egyik leghitelesebb Bartók interpretátor, több év kihagyás után tért vissza a fesztiválra.
Ő vezényelt a nyitó hangversenyen, és zongoramester kurzust tartott a fiataloknak. Én megmondom őszintén, hogy nem nagyon hiszek a mesterkurzusokban. Nem, hogy 3 nap alatt, néha fél évek alatt nem lehet alapvető kritériumokat megváltoztatni. És hát hangsúlyozom, hogy egy zongoristánál ez sokkal könnyebb, hiszen egyetlen emberről van szó. Mégis rossz beidegzéseken, slamposságokon, nem törődömségeken iszonyatos nehéz változtatni. Amiért itt vagyunk, az tulajdonképpen a Bartók stílus, a Bartók anyanyelv elsajátítása, ez pedig sok irányú technikai és szakmai felkészültség nélkül egyszerűen nem megy, mert Bartók zenéje annyira szerteágazó, annyira bonyolult. Az idei, immár 31. fesztiválon azok a zeneszerzők kerültek fókuszba, akikre nagy hatást gyakorolt Bartók művészete, illetve azok, akik a fiatal Bartókot inspirálták. Utóbbiak közé tartozik a 2 francia impressionista, Ravel és Debussy, akiknek egy-egy zeneműve a Nyitány műsorán is szerepelt. Nem egyszerű dolog 4 ilyen komoly művet elővezetni, ebből talán a Táncét az egyetlen, ami igazából repertoáron van, hisz azt azért úgy 2 évente elő-elő kerül, rendszeresen vagy karmesterkurzuson, vagy nyitókoncerten, illetve néha azért hangversenyben egy során is eljátszuk. A Ravel és a Debussy darab az sajnos az elmúlt években magas stílus is ritkán fordult elő nálunk, pedig úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon hasznos dolog Ravel Debussyt francia impressionistákat játszani. Úgyhogy hát a hegedű verseny az meg egy gyönyörű darab. Nagyon nagy kihívás, amikor olyan emberrel kell együtt dolgozni, aki Bartók zenéjéről talán a legtöbbet, egyike, aki a legtöbbet tudhatja a világon. Ez egy ugyanakkor mégiscsak a Nemzeti Filharmonikus Zenekar vezetője, tehát ez pedig a zenekari oldalról jelez komoly elvárásokat. A fesztiválon neves művészek közreműködésével különlegességeket is hallhatott a közönség. Először csendült fel például Sári László, Vörös Sándor verse alapján íródott Remek hang a futkosásban című opera paródiájának új rendezése. A koncertek mellett a szeminárium kurzusai iránt sem csökken az érdeklődés évek óta. Neves oktatók jönnek, hogy tökéletesítsék a fiatal növendékek hangszeres játékát. Idén 5 féle kurzust szerveztek fagott, zongora, brácsa, karmester és zeneszerzés témákban. Új ötleteket lehet kapni gyakorláshoz, technikai megvalósításhoz. Az én tanárnőmnek, Rivka Goláninak magyar tanára volt. Úgyhogy nagyon erős kapcsolata van Magyarországgal. Idén 57-en vettek részt a kurzusokon, közülük 22-en külföldről jöttek, Japántól, az Egyesült Államokig számos országból. Délelőtt és délután is tartottak hangszeres órákat egyéni, valamint csoportos részvétellel. Aki éppen nem tanult, a zeneiskola tantermeiben gyakorolhatott. Bár 1 hét nem hosszú idő, a növendékek számos tanácsot kaptak, amiket zenei pályájukon hasznosíthatnak. Talán abban jobb, bár én Pesten is sok kortárzenét játszok a növendékeimmel, hogy itt a mai magyar zenével többet lehet találkozni. Tulajdonképpen kötelező találkozni. A karmesteri kurzus résztvevői Howard Williams vezetésével és a Szavária szimfonikusokkal gyakorolhattak. Kivételes lehetőség volt számukra, hogy nagy zenekarral dolgozhattak. Mindig tovább kell képezni magamat ahhoz, hogy egyrészt karban érezzem a tudásomat, és mindig napra kész legyek, másrészt pedig egy felkészült szakember, a professzor mindig le tudja szedni a kézről azokat a sallangokat, amiket esetleg a mindennapi munka rátesz. A fesztivál a kurzusok koncertjeivel és a szombatesti hangversennyel zárult, ahol a karmester növendékek vezényeltek.
Kedves nézőink, továbbra is biztatom önöket, hogy küldjenek nekünk SMS-t, hiszen egy könyvet is elvihetnek tőlünk, illetve 2 darab belépőnk is van a szombati opera gálára, az izomi szabadtéri játékokra. Most pedig egy újszerű kezdeményezésről beszélgetünk vendégemmel, Meskó Krisztiánnal, aki most projektmenedzser minőségében ül itt, de tudjuk sokan róla, hogy ő a Táplány Szentkereszti Művelődési Háznak vezetője. És oda hívta össze, ha jól tudom, a tegnapi napra egy szakmai konferenciára, vagy egy szakmai megbeszélésre azokat, akiket érdekel a Vasi Mozgóképtár létrehozása, és ebben szívesen közreműködnének. Mondjuk el, azt gondolom, ez lenne a legfontosabb a nézőknek elsőként, hogy milyen célokat tűzött ki ez a Vasi Mozgóképtár egyáltalán, mit akar ez a fogalom, mit szeretnétek létrehozni? Jó estét kívánok! Hát igazából ez egy januári ötlet. Tehát ez az év, ez még a felfutatás éve lesz. Azért fontos megegyezni azt, hogy januárban indult el, hiszen vannak mérföldkövei, és az első egyik legfontosabb, az tényleg tegnap történt meg, Táplán-Szentkereszten. De mielőtt a szakmai műhelynaphoz eljutottunk volna, annyit érdemes elmondanom erről a kezdeményezésről, hogy az alapkoncepció az az, hogy minden vasmegyei település készítse el saját magáról a filmjét. Uh-huh. Ez lehet településfilm, vagy épp egy portré, vagy valamilyen helyi értéknek a bemutatása, de akár dokumentumfilmben is lehet gondolkodni. Tehát többféle műfajban, de mindenképp a településről, illetve a település értékeiről? Így van, pontosan. Szóljon. Egyértelműen beazonosítható legyen, hogy arról a településről szól. És a második pillér, amiben szeretnénk segíteni a helyi értéktár bizottságoknak a munkáját. Tehát, hogy az értékmegőrzés, a feltérképezése ezeknek a természeti, kulturális, épített örökség alatt lévő intézményeknek, vagy növényeknek, vagy valamilyen szokásoknak. A tárát, ugye ők, hogy összeállítsák, ugye Vasmegyében azért élen jár, ezt tudjuk, és az ő munkájukat segítendő hoztuk létre ezt a kezdeményezést, vagy indítottuk el tulajdonképpen. Most azt nem tudom, hogy hozzáértő kapacitás mennyi van egy-egy településen, de azban szinte biztos vagyok, hogy egyik településnek sem a nulláról kell indulni, mert minden település, feltételezem én, gyűjtött egyfajta archívumot a múltból, ha más nem, akkor fotókat, így emlékeket. Van, így van, hiszen jó, hogy mondod, mert fotokról is szó van. Tehát nem csak film, hanem fotó van, is. Így van, csak ugye nevében Vasi Mozgóképtár, de itt fotókról is beszélünk. Vannak települések, mert kaptam sok visszajelzést, ahol úgy gondolják, hogy a nulláról indulnak, de a tegnapi műhelybeszélgetés is bebizonyította azt, hogy ők sem a nulláról indulnak, csak nem figyeltek rá oda eddig kellőképpen, hogy milyen értékekkel rendelkeznek. Tehát tulajdonképpen van olyan település, aki már élen jár abban, össze is gyűjtötte sokat. Az a problémája, hogy hogyan archiválja, vagy hogyan csináljon a sok anyagból egyet, kettőt, hármat. De ehhez esetleg kapnak tőletek valamilyen segítséget? Igen, igen. Abban a tekintetben, hogy vannak olyan barátaim, ismerőseim, filmes szakemberek, akik a tegnapi megbeszélésen is mind mentálisan, mind pedig technikai tudással tudnak segíteni. Közéjük tartozik Erdély János, Balázs Béla díjas filmrendező barátom, aki most már, mint tudjuk, itt él Vasmegyében, illetve Boros Ferenc, Horváth Zoltán szerzőpáros, független filmesek, ők nagyon sok helytörténeti vonatkozású filmet készítettek már. A fotós szekció pedig Büki Lászlóhoz tartozik, akinek a neve ez a Vaskarika fonódik. Tehát olyan emberek állnak a projekt mögött, akiktől lehet tanulni, és szakmai útmutatásban tudjuk azokat az embereket, érdeklődőket, polgármestereket, népművelőket, filmeseket, fotósokat biztosítani, hogy jó irányba terelődjenek. De a legfontosabb, hogy ők csinálják meg ezt a filmet. Tehát mindenki saját magára. Saját maguk, saját magukról. Hiszen ők tudják a legjobban, hogy miről kell. Mi volt a tegnapi nap tapasztalata? Tehát egyáltalán mennyire tudnak erről a települések, és mekkora kedvel állnak neki ennek a munkának, illetve van olyan település, amelyik már konkrét elképzelésekkel rendelkezik? Is. Elég vegyes a kép, hiszen sok település van ugye Vasmegyében. A tavasz folyamán ment ki először a felhívás a polgármestereknek, a település vezetőinek, utána megkapta úgymond a szakma, tehát a népművelő könyvtárosok is, és a remélhetőle minél több helyre eljutott a potenciális filmesekhez, fotósokhoz. Egyébként tegnap éppen arról beszélgettünk sokat, hogy a legnehezebb megtalálni azokat az embereket, azokat a fiatalokat, vagy éppen nem is annyira fiatalokat, akik megcsinálják ezeket a filmeket. De félreértés ne esik, nem professzionális filmeket várunk, hanem elsősorban tényleg a helyiséget, megfelelő lokálpatriotizmussal rendelkező filmeseket, fotósokat, akik valamilyen szinten azért meg is tudják valósítani azt. De amatőr módon. De amatőr módon, hogy bekerüljön ez egy tárba, hiszen ez be fog kerülni egy tárba. Tehát tulajdonképpen létrehoztok egy archívumot, és egy után. Pontosan, és mintaértékű, országos szinten mintaértékű projektben gondolkodunk. Remélhetőleg, én úgy tudom legalábbis, hogy ilyen még nincsen az országban.
És amikor majd ez valamikor összeáll, talán a jövő nyár végére, akkor ezt elkezdjük utaztatni, ez nyilván fel lesz töltve, elérhetővé válik a településeknek és az érdeklődőknek is, mert ugye ennek van egy olyan bújtatott célja, hogy maguk a települések a marketing stratégiaikat tovább tudják ezzel például építeni. Uh-huh. Mert akkor azt mondhatja, hogy tessék. Tehát ez egy lehetőség lesz ugyanakkor a települések népszerűsítésére is. Ahogy, így van. Tehát most ez mindenki jó jár. A felhívásotokban viszont olvastam olyasmit is, hogy zsűrizni is fogjátok ti ezeket a filmeket. Tehát azzal mi a cél? Hát gyakorlatilag az a cél, hogy azért inspiráljuk a filmeseket, meg a fotósokat arra egyrészt, hogy akár díjat is nyerhetnek ezért, meg hogy ezért ez egy megmérettetés, tehát valahogy a komolyságát próbáljuk ezzel kihangsúlyozni. Az első tervek szerint ugye őszre datáltunk egy ilyen megmutatkozási lehetőséget, meglátjuk, hogy majd ez hogyan alakul addig, lehet, hogy átcsúszik valamikor télre vagy jövő év elejére. Minden esetre nem hajt minket a tatára, szokták volt mondani, tehát idő van, de azért valamilyen keretek között szeretnénk tartani ezt a projektet, tehát hogy azért a végtelenségig ne leessen. Ne húzódjon a dolog, ezért találtátok ki, hogy 2016 nyara az a legvégső időpont, amikor ezek elkészülhetnek, ezek az alkotások. Említetted, hogy utaztatni is fogjátok ezeket a filmeket, tehát elviszitek az ország más tájaira is? Egyelőre Vas megyében gondolkodunk, de ha már az utazás szóba hoztad, a következő lépcsőfok az lesz, hogy roadshow jelleggel elindulunk a megyében több helyre népszerűsíteni a rendezvényt, a felhívást, hiszen a honlapja az még nincsen kész, de lesz egy honlapja is, minden információ elérhető lesz ezzel kapcsolatban, de biztos vagyok benne, hogy oda kell menni helybe. Tehát egy adott központban, ahol mondjuk 8-10 település képviselője meg tud jelenni, hogy ott elmondjuk helyben, hogy mi történt. Az első az volt, hogy gyertek hozzánk, és most majd mi megyünk mindenfelé a megyében. De amikor majd készen lesznek a filmek, bizony akkor ezeket utaztatjuk, híresebb, úgymond bejáratott rendezvényeken is megmutatjuk, lehet vele büszkélkedni majd. Még egy utolsó információt árulj el, egyrészt azt, hogy mikor lesz a legközelebbi alkalom, amikor újra összejöhetnek azok, akiket ez a kezdeményezés érdekel, és ebben szeretnének aktívan részt venni. Szeptember második felében indul ez a roadshow, és terveim szerint október közepe vége felé pedig újra lesz a szakmai műhelynap Tápláncszentkereszten, de addig is lehet rajtam keresztül, vagy a szakmai műhely vezetőkön keresztül információkhoz jutni. Tehát elsősorban téged keressen az, akit ez érdekel. Tehát Meskó Krisztiánt Tápláncszentkereszten, a művelődési házban érik utol az érdeklődők. Nagyon szépen köszönöm, remélem, hogy hamarosan már az első filmeket is bemutathatjuk itt a Szombathelyi Televízióban. Bízom köszönöm benne. Szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. Kedves vendégeink, június végén nyílt meg az 5. textilművészeti triennálé, amelynek tematikáját meghatározza a Szombathelyi Múzeumok központi témája, amit az idén nyáron, illetve ősszel programukként választottak, mégpedig a Selyem áll a textilművészeti triennálé középpontjában is. 18 országból 170 művész, több mint 200 alkotása látható az 5. Szombathelyi Textil Triennálén, melynek címe Imágó és tematikája a Múzeum Selyem sorozatához igazodik. Orbán Anna Mária harmadik alkalommal vesz részt a kiállításon. Ezúttal díjazták is zászló kategóriában. Alkotásában az emberi törékenységet kapcsolta össze a Selyem finomságával. Tulajdonképpen ez a kép, amit én kidolgoztam, felnagyítottam, az egy vérérnek a digitális felnagyított mikroszkopikus része, és annak egy részletét dolgoztam ki. Orbán Anna Mária a Bukaresti Művészeti Egyetemen már írt is a szombathelyi kiállításokról, ahová igyekszik nem egymaga jönni. 9 éve ide minden alkalommal kötelező módon lejövök, és amikor tudom, a diákjaimat is lehozom, mert ez nekik egy óriási élmény látni, eredeti méretben a munkákat, tapasztalni a technikákat, a kidolgozott gondolatokat, az egy nagyon fontos dolog. A zsűri több száz alkotásból választotta ki azokat a munkákat, amelyek a közönség elé kerültek. Fal és tér, textil kategória, design, zászló, szalag és mini textil nemzetközi a három utolsó. Úgyhogy nagyon nagy rangja van ennek a kiállításnak, világszerte ismerik. A japán művész Goro Nagano rendszeres résztvevője a szombathelyi kiállításoknak, munkáit többször is jutalmazták. Most ő is alapított egy díjat, mert a korábbi elismerések ösztönzőleg hatottak művészi fejlődésére. Több szombathelyi alkotó munkái is láthatók a kiállításon. Benkő Marian itt született, de a régóta Hágában élő textilművész egyedi technikával készült alkotását küldte el a tárlatra. A
mostani technika lehetőséget adott arra, hogy gyorsabban elkészítsem a goblenjeimet. Ez tulajdonképpen a régi Art and Craft mozgalomnak a folytatása, most már egy számítógép által irányított zsákárt szövőszékkel készítem, vagy szövetem a goblenjeimet. A mostani technikát egy flamand cégnek köszönhetően próbálhatta ki. Ez a második munkám, amit megvalósítottunk együtt. Hát tulajdonképpen ma majdnem ott lakom, meg ott alszom, annyira izgalmas a festészetemnek az átrakása, átépítése a textil nyelvébe, és ebbe az új technikába. A triennáli anyagával párhuzamosan Szuppán Irén ikat technikával készült fali kárpitja is láthatók a szombathelyi képtárban. Kiállítását Kovalovszky Márta művészettörténész nyitotta meg. Mikor a textil egy kicsit kezdett kevésbé fontos lenni, megtalálta azt a, úgy mondhatnám, hogy kivezető utat, ami az ő saját útja, felfedezett egy nagyon ősi technikát, amivel mások nem foglalkoztak, és azt próbálta meg alkalmazni saját kompozíciónak a létrehozásához. Tulajdonképpen miközben mindenki forradalmi újításokat vezetett be a textilbe, és ez nagyon hasznos volt, és nagyon fontos volt, ő szerényen, csendesen mosolyogva visszavonult, és ebben az ősi keleti technikában, az ikatban talált meg egy olyan lehetőséget, amivel a tradícióhoz, a magyar szövésnek a tradícióihoz és a saját tradícióihoz is a legközelebb tudott alkalmazkodni. Az ikat technikával csodálatos színeket kelt életre a Munkácsi és kiváló művészdíjas textilművész. Annyira szép színhangulatokat lehet elérni ezzel, mert a festékek itt önmagukban keverhetők, tehát egy színnek mindenféle árnyalatát el lehet érni a textilen. Egy lilának 5-6 féle árnyalatát, és ezen kívül bármilyen szín összetétel, tehát keverhetem a sárgát a pirossal, sárgával, kékkel, és hallatlanul finom színek jönnek létre, olyanok, amiket sose láttam, és akkor az ember nem csak rácsodálkozik, hanem használja is. A tapasztalatok szerint egyre többen használják, és egyre többen érdeklődnek is a textil iránt. A kiállítás október végéig látogatható. Bár itt a nyár nem sokat pihennek a Szavária Szimfonikus Zenekar tagjai, hiszen alig ért véget a Nemzetközi Bartók Szeminárium és Fesztivál, amelyről mi is beszámoltunk. Hamarosan kezdődik az Izalmi Szabadtéri Játékok programsorozata, amely nagyjából a karneválig ad nekünk programot és látnivalót, illetve hallgatnivalót. Nagyon sok szeretettel köszöntöm Kis Barnát, a Szavária Szimfonikus Zenekar igazgatóját, aki most egy kedvcsinálóval érkezett, mert hogy szeretné az önök figyelmébe ajánlani azokat a programokat, amelyek a következő hetekben várnak ránk, és nem is kell olyan nagyon sokat várni, hiszen amint a műsor elején én elmondtam, pénteken már lesz egy opera gála, amelyre 2 darab jegyet elvihetnek a kedves nézők, úgyhogy továbbra is küldjék az SMS-eket úgy, ahogy eddig. Tehát ezen az opera gálán egy sokszínű programot sikerült összeállítani, de mielőtt még elmondanád ennek a részleteit, azt áruld el nekem, hogy mit értettél azon, amikor a sajtótájékoztatón, ahol beharangoztátok a programot, úgy fogalmaztál, hogy ez az idei program az év egyfajta összegzés. Tehát ez a program, ez egyfajta összegzés lesz most az idén. Én itt Szombathely zenéhez kapcsolódó kulturális hagyományaira próbáltam megutalni, hiszen Szombathely híres egyfelől az opera szeretetéről, tehát a 60-as évektől indult szabadtéri játékok kapcsán gondoltam erre. Ugye a táncművészetről Szombathelyen több szinten is beszélhetünk, hiszen van klasszikus tánc, van néptánc, ungareszka, vagy szavária téjese, vagy akármi mondhatnánk sorba. Ugye a színjátszás most már intézményesített szinten is most már pár éve Szombathely része. Az egyszerű könnyű zenéjestről pedig hát számtalan különböző együttes kapcsán beszélhetünk. Úgyhogy... Tehát mindez ötvözni fogja most az izalmi szabadtéri játékok. Igen, és gondoltam, hogy az idei szabadtéri játékok ebből egy kvázi jelzés értékűen minden szerepből megmutatnánk egyet-egyet. Mindenből mutat egy igen, kicsit. Igen, tehát ez volt a szándék, ez volt a koncepció. Értem, ez fog megvalósulni most. Remélj. Minden bizonnyal, és azért húztuk itt az időt.
Mert közben újabb vendégséget köszönhetünk itt a stúdióban, aki, ha minden igaz, akkor egy nagyon kellemes, feltételezem, olaszországi nyaralásról esett most éppen be ide. László Boldizsáról van szó, aki a Magyar Állami Operaház énekese, és aki főszerepet kap mások mellett a mostani pénteki programban, az Opera Gálán. Akkor azt kérem, hogy ön mondja el, hogy milyen darabokból, az operairodalom mely darabjaiból kapunk ízelítőt pénteken este. Egyrészt nagyon bevállalósak voltunk, mert ugye ilyenkor általában aki az illetve még már fél órán még Grác környékére autóztam, úgyhogy szóval, hogy azért szeretnénk itt igazán mást adni, mert azt szokták meg a közönség, hogy hozza mindenki azokat a dalait, amit megszoktak tőle. Azokat a dalait, ez rosszul, meg kéne tanulnom, szóval áriákat, igen. Amiket a nagy sikerű opera előadásaiból hallhattak. Én most kicsit szakítok ezzel a hagyománnyal, és olyan szerepekből énekelek főként, amelyiket még színpadon soha nem énekeltem. Sőt, olyannyira... Tehát ez egy tudatos választás? Igen, mert egyrészt ez a két ária nagyon izgat engem. Melyik már, az a már évek óta. Az egyik az Aidából, a Celeste Aida, mert az már nagyon régóta kerülget engem. Még mielőtt operénekes és mielőtt Singers-be énekeltem volna. Mert hogy a Cotton Club Singers tagja volt korábban. Akkor ez az első ária, amit én megtanultam. És aztán most, hát ez egy 20 éve volt körülbelül. És azért most azt gondoltam, hogy itt az ideje, mert most már könnyedén. Ez egy nagyon nehéz ária. Tehát azért ez... Ráadásul ez de van egyfajta vágy is, hogy azért majd egyszer... Színpadon. Igen, de ettől még óva intenek, tehát ezek azok azok a szerepek, amiket szépen a karrier végére kell hagyni az Otellóval. De akkor ellen. Tekinthetjük egyfajta főpróbának, vagy felkészülésnek. Igen, de ha egy áriát énekel az ember, akkor például Otellót is nyugodtan énekelhet, mert attól még nem lesz súlyosabb a hang. Csak azon belül, hogy a koncerten belül hova helyezzük el ezeket az áriákat, nem mindegy. Úgy és mi lesz a másik? Akkor azt a másik az André Chénier, ami egy nagyon nagy... nemzeti lelkületű francia ihletésű francia országban játszódó darab, ahol is egy bál jelenetben az André kioktatja a hölgyet, aki éppen azt mondja, hogy mit sem ért maga a szerelemhez, és hogyan képzeli, hogy ma. És aztán ő kioktatja, hogy mi is az a szerelem, szeretet, hazaszeretet, és aztán belelovalja magát egy ilyen nagyon tenoros dallamvilágban. Mert hogy ön egy tenor, tenorista. Hát, igen, erre igen, arra azt mondják. Milyen nyelven hangzanak fel ezek az áriák? Több ezek nyelven? Mind olasz nyelven. Azt gondolom, az olasz, az a opera nyelve, nem véletlenül. Tehát ez jó esik néha franciául énekelni, meglepően jó magyar szövegek születtek, például Blum fordításokat tapasztalhattam. De hát például itt, amikor nagy sikerre csináltuk a novemberben a Szombathelyi szimfonikusokkal a Paraszbecsület bajacókat, az is olaszul ment, úgyhogy... Ebből kiderült, hogy ön már nem először lép fel Szombathelyen, tehát... Nem, és nagyon jól esett az a novemberi előadás, az nagyon remek zenekar. Egy jól sikerült ez is jó fogásni, biztos előadás volt. Igen, és hát majd, hogy nem, tehát egy szcenizált koncertként volt hirdetve, de... annyira nem lehet egy bajacókat szcenizáltan előadni, tehát ott annak meg kell adni az erejét. Hát itt az adottságokhoz kell valahogy szabni az előadást. Most itt egy nagyobb színpad áll úgymond rendelkezésre, viszont szokatlan lehet olyan szempontból, hogy viszonylag ritkán, gondolom én, énekelnek az operaénekesek szabadban. De nem hiszem, hogy ez különösebb problémát meg okozna. Ez szerintem egy nem, nagyon jó akusztikájú tér. Hát egy zárt térről beszélünk azért, tehát az a falazat, ami körben van a színpad körül, azért az megfogja. Meg hát arra, igyekszünk azért megfelelő hangtechnikai eszközöket azért szerepeltetni. Én most jöttem a Szegedi Szabadtéről, ha ezt lehet mondani, hogy jöttem. Egy 3 héttel ezelőtt volt ott állarcos belpremiér, és ott is szépen be lehet játszani egy ilyen nagy teret, még hogyha hangosítva is van, gondolom itt is hangosítva. Természetesen. Igen, természetes. Ezt mindenképpen. És hát lesz még egy kihagyhatatlan áriánk. És az enyém az pedig a Nessun Dorma, amit a
Puccini Turandotjából fogok még előadni, és hát rettentő jó partnerekkel. Hát úgy érdik, hogy elsoroljuk, hogyha igen, már megemlíti igen őket, tehát aki még ön mellett szerepelni fog, Miksa Adrián, Nánási Helga, Foki Dániel és Haja Zsolt, és Medvecki Ádám vezényli a zenekart. Igen, és akkor most visszaadjuk a szót Barnának, akit meg arra kérnék, hogy akkor mondja el, hogy még mi mindenre számíthatunk a következő hetekben, tehát pénteken opera. Pénteken est, opera. És bízom aztán, be, hogy pénteken, mert az égiek is úgy akarják. Legyen úgy, és aztán csak kettőt kell aludni utána, mert igen, hogy jön vasárnap az Experience, a Fergeteges című táncsót fogják előadni a 100 tagú cigányzenekar 40 szólistájának a közreműködésével. Majd a következő hétvége, pénteken Neil Simon Édes 2-es 3-asban, Miller Zoltán rendezésében Trokán Anna és Szabó P. Szilveszter szereplésével. Ez megint egy különleges produkciónak ígérkezik, igen, olyan szempontból, hogy vették a bátorságot, szereplők és a rendező, hogy kettő darab színésszel igen, fogják igazából ezt a színpadot betölteni. Azt kell teljesen világosan megérteni mindenkinek, hogy egy darabnak a minősége és a közölni vágyás az nem attól függ, hogy 200 ember mozog a színpadon, vagy kettő. Tehát hallottunk azért mi mellett, hogy valaki kiment egymagában a színpad közepére, és 3 órán keresztül úgy lekötött mindenkit, hogy... Hát ebben bízunk. De most itt kettőről beszél, biztosan így lesz, tehát gyakorlatilag biztos nem véletlen, hogy a Madách Színházban ezt a darabot pontosan Miller Zoltán szereplésével hosszú évekig műsoron kellett tartani. Most ő rendezi ezt igen a darabot, de aztán utána még és utána pedig vasárnap, ami az előre kiadott műsorhoz képest sajnos technikailag át kellett alakítanunk a programot, és ezért vasárnap lesz Zolinak az önálló estje, ahol viszont az ő saját pályafutásából énekli el az összes olyan meghatározó dalt, ami akár musical, akár rock, akár rockopera, tehát ebből ennek is népszerű dallamok természetesen, lesznek természetesen új dalok is, hiszen azért egy művész mindig fejlődik, tehát nem lehet mindig csak visszatekinteni a múltba, de hát Zoli esetében ez gyakori, hogy fejlődik és halad és változik közben az ember, úgyhogy az ő koncertje lesz vasárnap. Tehát ez zárja úgyhogy péntek, vasárnap, péntek, vasárnap. Ennyit kell csak megjegyezni, erről szól, péntek, vasárnap, illetve felmenni az SSO.hu-ra, és ott lehet jegyet is vásárolni. Illetve az izomijátékok.hu oldalról ugyanígy oda lehet találni hozzánk, vagy a jegyirodában szívesen állunk rendelkezésükre 9 és dél, illetve 14 és 17 óra között. Nagyon szépen köszönöm, maradandó élményeket kívánok a zenekartagjainak, az énekeseknek, és természetesen a kedves nézőknek is. Most pedig nem maradt más hátra, mint hogy a nyereményeket kisorsoljam. Egyrészt elvihetik tőlünk Sándor Zsuzsanna könyvét, a Csodafiú szarvast, amit mutattam a műsor elején, mitikus kalandregényről van szó, és aki elviszi tőlünk, nem más, mint a 0620 364 9785-ről SMS-t küldő kedves nézőnk, és a kettő darab belépőjegyet az imént nagyon sokat emlegetett pénteki, tehát el ne felejtsék pénteki operaestre, elviheti tőlünk a 0630 298 98 29-es telefonszámról üzenetet küldő kedves néző. Nagyon szépen köszönöm, nem maradt több húznivaló, mert hogy ez a néző kettő darab jegyet viszel, de nagyon köszönöm, előbb kellett volna rá gondolnom, hogy átadjam ezt a nemes feladatot. Köszönöm szépen önöknek a figyelmet, műhellyel egy hét múlva jelentkezünk a jövő héten kedden, ismét viszontlátásra.